A Jóisten éltessen sokáig téged. Ezekkel a szavakkal köszöntötte Cékmák Károlyné intézményvezető János bácsit. Több mint 50-en jelentek meg az ünnepségen. A bentlakók zenés-táncos produkcióval, üveges tánccal, süteménnyel és ebéddel készültek a szülinapra. A 102 éves korral János bácsi rekordot állított be az intézményben. Rendkívül szerény és jóindulatú emberek pillanatok alatt megszerették őket a többiek is, és nagyon könnyen be fognak ide illeszkedni, és boldogan szeretném még a 103-at meg a többit is itt megünnepelni. Kis János 1909-ben született Berhidán, az osztrák-magyar monarchia idejében. Két gyermeke született, akik 5 unokával ajándékozták meg, ráadásul 6 dédunokája is van. Szívedben béke, lelkedben nyugalom, légy nagyon boldog ezen a szép napon. Feleségével, a 90 éves Erzsi nénivel 70 éve házasok. Nemrég költöztek be az idősek otthonába, ahol sok barátra tettek szert. Erzsi nénit arról kérdeztük, hosszú életük során mi volt a legszebb élményük. Hát a legszebb pillanatom az volt, mikor a gyerekeimet föl tudtam nevelni, és azokat szabad lábukra engem. A rendkívüli évfordulón a szervezőktől különleges ajándékot kapott az ünnepelt, ugyanis egy hastánc bemutató is része volt a köszöntésnek. János bácsi nagyon meghatódott, és nem győzte megköszönni a sok jó kívánságot. Köszönöm a csapatot, köszönöm az egész ünnepi embereket itt, hogy meglátogattak engem. Nagyon köszönöm. Erzsi néni és János bácsi még áldást is kaptak Kovács Zsuzsa lelkésztől, hogy további életük is a boldogságról szóljon. Ezekhez a jó kívánságokhoz csatlakozik stábunk is. Isten értesse János bácsi! Mi